Az anyai alkoholfogyasztás az egyik legnagyobb társadalmi probléma. Évente körülbelül 300 magzati alkoholszindrómás gyerek születik, és sok kicsinek agykéreg fejlődési problémái is lehetnek. Ez pedig azért következik be, mert az osztódó üssejtek az alkohol hatására elpusztulnak. Magyar kutatók felfedeztek egy olyan folyamatot, amely a magzatkárosító hatások kivédésében kulcs szerepet tölt be. Ennek köszönhetően kevesebb az ilyen rendellenességgel született gyerekek száma. Nagyon kitett a magzat a különböző környezeti behatásoknak, és bármilyen károsodás éri, akkor arra kell, hogy legyen egy védekező mechanizmus. A védekező mechanizmus alapvetően megvédi a sejtet, de egy bizonyos szinten túljut a sejt, és kvázi menthetetlenné, illetve a szervezetre veszélyessé válik, akkor kell, hogy legyen egy folyamat, ami ezt a sejtet elpusztítja. Ez lenne az az anoikis folyamat, amit mi felfedeztünk. Ez a fejlődő szervezetben lezajlódó folyamat nagyon hasonlít az áttétes rákos sejtek során fellépő védekező mechanizmushoz. Ez úgy néz ki, hogy alapállapotban, egy normális egérembrióban ezek az osztódó sejtek, amik itt találhatók a kamra falában, ezek rögzítettek mind a két oldalon, és illetve egymáshoz is rögzítve vannak. És amikor lezajlik egy osztódás és keletkezik egy neuron, akkor az szépen fölvándorol a leendő agykéregbe. A probléma akkor van, hogyha ezek az osztódó sejtek maguk vesztik el a kapcsolatot például egymással, és kezdenek el szabadon mozogni az agykéregben, illetve hát az embrionális agyban. Ilyenkor lép be ez a védelmi folyamat, amit mi felfedeztünk, és amelynek a központi tagja az ABHD4, bekapcsol és megöli a sejtet, hogy ez ne okozhasson károkat a fejlődő magzati agyban. Ez a felfedezés több mint 10 éves kutatás eredménye. Kezdetben arra a kérdésre keresték a választ, hogy az eddig ismeretlen feladatú enzim milyen szerepet tölthet be az agyban. Zsófi és Zsolt vezetésével ezen a kutatási programon belül egy olyan kutatási témát, egy olyan kutatási projektet indítottuk el, ahol ez a látszólag nagyon unalmas nevű ABHD4 nevű fehérjével kezdtünk el foglalkozni. Az volt a reményünk, hogy ha egy ilyen ismeretlen fehérjével foglalkozunk, az hát, ha elvisz minket egy eddig ismeretlen biológiai jelenséghez is, hogy ezek a fehérjék valami olyan feladatra alakultak ki az evolúció során, amelyet eddig korábban nem kutatott senki. Eddig csak annyit lehetett tudni erről az enzimről, hogy a zsírok bontásában játszik szerepet. Az ABHD4 az funkcionálisan egy olyan molekula, aki képes arra, hogy eldöntse, hogy ezek a sejtek fiziológiásan megfelelőek-e arra, hogy később az agynak egy potenciális, jól működő neuronja legyen. Ez azt jelenti, hogy az ABHD4 lényegében azért van az embriónak az agyában, hogy megvédje a különböző nem megfelelően lezajlott osztódások és érési folyamatok kivédésére. Felfedezésüket állatkísérletekkel igazolták. Az embrionális fejlődés során egy úgynevezett inutero elektroporációs technikát alkalmaztunk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy képesek vagyunk megjelölni az embrióban ezeket a sejteket egy műtéti eljárással, ezt követően tudjuk őket pásztázni, attól függően, hogy hány napos embriókkal szeretnénk foglalkozni. Ez nyilvánvalóan egy hosszú távú folyamat, rendelkezésünkre álltak olyan technikák, amivel ezt meg tudtuk vizsgálni. Kísérletük során speciális mikroszkópiát használtak, az enzim megfigyelésére pedig egy sajátos eljárást dolgoztak ki. A sejteket úgynevezett fluoreszens fehérjékkel meg tudtuk jelölni, így vizualizálni azt, hogy éppen velük a fejlődő agyban mi történik. Ezeket a sejteket későbbiekben konfokális lézermikroszkóppal vizsgáltuk, illetőleg a különböző a jelátviteli útvonalban fontos molekuláknak az eloszlását pontosan, akár nanodomain-szerűen tudtuk lokalizálni szuperrezolúciós mikroszkóp segítségével. Jelen pillanatban ez a kutatás egyik lehetséges iránya, hogy megvizsgálunk különböző másmilyen behatásokat, akár kémiai vagy fizikai behatások, amik érhetik a magzatot, hogy erre milyen módon reagál, illetve hogy az a folyamat, amit mi felfedeztünk, az fellépe
ezeknél a behatásoknál. A kutatás többek között a Nemzeti Agykutatási Program, az NKFIH élvonalpályázata, valamint a Semmelweis Egyetem állami finanszírozást elnyerő VECOP programja támogatta. Így a kutatóintézet munkatársai olyan felfedezést értek el, amely új utat nyithat az idegsejtek keletkezésének kutatásában.